Ezekben a napokban megkezdődött a külszegi Szent Jakab templom egyes falain szükségesé vált statikai megerősítés előkészítése. Művészettörténész és restaurátor munkatársak ellenőrzik, hogy azokon a helyeken, ahol a megerősítés avakulat megbontásával jár, nincsen-e fontos festés vagy egyéb érték. A munkálatok miatt az épület belsejében lévő oltárokat, képeket letakarják. A megerősítéshez a szakemberek különleges, korrózió álló acélból készült spirálókat használnak majd, amelyeket a falakba vágott hornyokban és furatokban fognak elhelyezni. A szentély feletti károsodott boltmező megerősítése a boltozat felső felületén képzett, a boltozattal együtt dolgoztatott kéreggel készül el. A technológiát már sikerrel alkalmazták a Szent Imre templom, a Szent Vér kápolna és sok más épület esetében. A Szent Jakab templom alapvetően nincs rossz statikai állapotban, lokálisan keletkeztek repedések kisebb elmozdulások miatt egyes nyílászárók vonalában, illetve boltozatokon.